A Karaván Família a cigány himnuszt is játszotta a Büki emlékezésen. Ne felejts, ezt a címet kapta a nap, amelyen a roma holokausztra, ahogy ők nevezik, a porájmoszra emlékeztek a résztvevők. A Vasmegyei Bükön mintegy 70 ember gyűlt össze. Szó volt az emléknapon arról, hogy országosan tolerancia központ készülhet a közeljövőben a fővárosban, egy központi emlékhely a romáknak. A szónokok arról is beszéltek, hogy nem a sebek feltépése az emlékezés célja, hanem az, hogy soha többé ne fordulhasson elő a 70 évvel ezelőtti népirtás. Az jelentős, hogy emlékezünk, és az is jelentős, hogy az ország legkülönbözőbb részén emlékeznek most cigányok, sőt a világ legkülönbözőbb részén. Ez mégiscsak a 70. évfordulója a cigány holokausztnak. A szombathelyi zsidó hitközség is képviseltette magát a Vasmegyei emléknapon. Márkus Sándor elnök szerint nem tanult az emberiség a 70 évvel ezelőtti hibából. Azt hiszem, nekünk, zsidó és cigány embereknek pont itt van a felelősségünk. Nekünk kell minden lehetséges fórumon megszólítani a következő korosztályt. Nekünk kell elmondani szüleinktől ránk hagyományozott, hiteles és valós történelmünket, bemutatni kultúránkat, párbeszédet folytatni mindazokkal, akik nem másodrendű állampolgároknak tartanak bennünket. A résztvevők megkoszorúzták a roma holokauszt áldozatainak emlékművét, amely éppen egy éve áll a Vasmegyei városban.